Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőket. Az OTP Bankliga 11. fordulójának második mérkőzése veszi kezdetét. Pillanatokon belül itt az Üllői-úti stadionban, az Albert stadionban. A két csapat, a két zöld-fehér csapat már érkezik is ki a játék térre, tehát Ferencváros Paks mérkőzés. Pillanatokon belül hallhatjuk majd a kezdő sípot Solymosi Péter játékvezetőtől. Kezdjük tehát etikett szerint a Paks együttesével. Csernyánszki véd, majd a mezőnyben Schifter, Heffler, Fiola, Lázok, Bori, Szabó János, Barta, Tököli, Éger, valamint Simon Attila játszik Tomislav Szivics együttesében. Ami pedig a másik oldalt illeti, a Ferencváros csapatát, miközben itt éppen Szivicset láthatjuk, természetesen már ott a kispad környékén. Tehát a Ferencvárosban Jova véd, a mezőnyben Schwab, Józsi Böde, Ionescu, Gyömbér, Besics, Jenner, Klein, Alempijevics és Szomália a kezdő csapatban Ricardo Moniz együttesében. Jenner. Teljesen áttevődik a játék a Paksi térfélre, Gyömbér. Klein is előre húzódik. Elvállalja jó messziről, és nem is volt rossz lövés. Csernyánszki elszórja a labdát. Schwab gyorsított fel, és aztán lőtte kapura. Megint megdolgoztatták Csernyánszkit. Schwab mellett nem lesz könnyű elvinni, viszont kapott egy kötény Schwab. Bori lövi be középre, és ez nagyon nagy lehetőség volt. Barta előtt leragadt egy pillanatra. Na nézzük itt még egyszer, miután Schwab kapott egy kötényt, Bori belövi középre, és ha jól látom, ott Barta az, aki a rövid oldalra kimozog, de nem tudta eltalálni rendesen. Alempijevics. Józsi. Schwab indul el. Egyelőre azonban Ionescu kapja a labdát, és nem adja Schwabnak Ionescu, hanem Bödének lövi. Böde lövi rá. Rövid sarokra tartott, rávetődött Csernyánszki. Az első lövése Bödének, ami eljutott a kapuhoz, vagy kapura. Háromszor próbálkozott, kétszer blokkolták a lövését, ezt most nem sikerült. Nagyon betömörül most a Paks. Klein, Besics, Alempijevics. Elvállalja, elbizony. Ionescu. Be a kapu elé, és nem sikerült megfejelni azt a Bödének, és nem sikerült elérni Jennernek sem. Besics. És most hirtelenjében a paksiak kezdenek el letámadni. Barta mellett viszi el Besics. Még mindig Besics szépen hozta ki. És most viszont azt mondja, hogy 5 védő és 5 támadó. A létszám fölé nem tudott a Ferencváros kialakítani, viszont kapura lehetett lőni ezt a labdát, szöglet lesz, valaki még hozzáért. Azt mutatja a játékvezető. Igen, ott valóban Égeren irányt változtatott a labda a lövést követően. Jenner egy igazítás után beteszi középre, és mekkora nagy lehetőség maradt ki. Böde fogja a fejét. És Böde volt az, bocsánat, Gyömbér. Józsi, Alempijevics, Böde. Szomália fejelt. Tököli még mindig át a másik oldalra, jó elképzelés volt. Józsi fejelt azonban közbe. Itt pedig Ionescu gyönyörűen megcsinálta a cselt Borival szemben, aztán Szomáliát ugratja ki. Kint van Csernyánszki a kapujából, Bödéjé a labda, Böde, már fölállnak a védők, a kapus is elfoglalja a helyét, Ionescu viszont beveszi a jobb sarkot. Vezet a Ferencváros 1-0 arányban, akkor, amikor úgy nézett ki, hogy nem lesz már belőle semmi, hiszen Böde tette-vette a labdát, első szándékból nem lőtt, ott volt azonban Ionescu, aki megszerezte az első félidő hajrájában a vezetést a Ferencváros számára. Mindenki Bödére koncentrál itt.
Böde pedig átlátja, hogy mit kell tenni. Lepasszolja egy laza mozdulattal Ionescu-nak. Ionescu egyet igazít rajta, és aztán jobbal bezúdítja a kapufa mellett a jobb sarokba a labdát. Csernyánszki vetődik ugyan, de nem éri el. 43. perc tehát. Bori emeli be a labdát középre, Shifter elől fejelték el a ferencvárosiak. Aztán Éger labdája köt ki Bartánál. Viszont Jenner beletette a lábát, és így elindulhat Ionescu. A balján ott van Szomália, jobbján pedig ott volt Alempievics és Jenner, de rossz helye ment a labda. Viszont mindig visszakerül Ionescuhoz, csak oda a létszám fölény. Ez egy kitűnő indítás, Deles. Többen a fejüket fogják, itt nézőtéren, de már rég beintette a lest az asszisztens. De tovább vitte még a labdát. Gyömbér. És e pillanatban le is fújja a játékvezető az első játékrészt, amely Ionescu góljával 1-0-ás ferencvárosi vezetést eredményezett. Itt Klein megy lefelé, Józsi is. Egyértelműen többet tett a siker érdekében a Ferencváros az első félidőben. Jóba koncentrál, hogyha oda jön a labda, kimozduljon. Lecsúsztatott, lefejelt labda, ide-oda pattogott, és Jovának óriási szerencséje volt, hiszen már nagyjából a földön tartózkodott Jóva, amikor tovább pörgött a labda, és aztán találkozott végül a kapus vele. Hát hirtelen egy jó páran nem tudták, hogy hol van. Simon, és aztán még hozzáértott Fiola is, és itt van Jovának pokoli nagy szerencséje, Fioláról oda került hozzá. Marad az 1-0-ás ferencvárosi vezetés tehát. Alempievics, Józsi, Ionescu ellőheti ezt is bátran, és épp hogy mellé. Nem is kellett ezzel más csinálni, kapura fordulni, nem álltak előtte. Itt most nem volt mit jegyzetelnie Moniznak. Fölnézett, megnézte magának a jobb sarkot, most azonban nem ott kötött ki a labda, mint az első félidő 40. percében. Onnan is majd lázok természetesen, pakszögletekből jobban áll ez a harmadik sarokrúgás. Jovának nincs túlságosan nagy mozgástere, tessék megnézni, mi zajlik ott az ötösön belül. Így is kivetődik, de nagyon rosszul, Besics óriásit tudott menteni. Egy gólba tartó labdát vágott ki a ferencvárosi védő. Na nézzük meg még egyszer, itt van lázok szöglete, Jova belepaskol, és aztán tököli lövésébe lép bele Besics. Körbe lövöldözik most szögletből ott Jova kapuját, lázok most jobbról. Ez is jól jött be, és közvetlen közelről megvan az egyenlítő gól. Azt kell, hogy mondjam, hogy olyan futballt mutatott most itt Szivic csapata, hogy benne volt a lehetőség, hogy rövid időn belül egyenlítsen a Paks. Simon a gólszerző, 1-1. Minden egyes lázok szöglet nagyon veszélyesen csavarodott be, és most ebből született a paksiak egyenlítő gólja. Az első félidőben egy darab kapura lövése nem volt a Paksnak. Most a második félidőben 3 is, és alig-alig kezdődött el a második játékrész. Kezdett mindent előről, tehát a Ferencváros. Józsi és Jenner a labda mögött. Most már megfelelő távolságra a sorfal, mindjárt sípszót is hallunk, azt is hallottunk. Józsi lövi, és hozzáért Csernyánszki szöglet. Lefelé csapódó labda volt, gratulálnak is a paksi kapusnak a játékos társak, mert kellett oda hozzá Csernyánszki keze. Jobboldali ferencvárosi szöglet. Ez viszont már Jenner végzi el. Jó magas ívben hullik be középre, Gyömbér fejéről kerül tovább. Alempievics nem volt kéz ezek szerint. Éger testéről vagy fejéről kerül tovább a labda. Ionescu Shifterre vezette rá a labdát. Szomália, Böde kéri el és kapja meg Szomáliától.
Böde forgolódik, Bori rúgja el, Józsiig jut a labda, Józsi laposan tovább, Szomália, Shifter mellett ellövi, és a kapu mellett is keresztbe elmegy, úgyhogy ráadásul az oldalvonalon túl távozik a labda a pályáról. Szomália, most óriási terület van Szomália előtt. Szomália még mindig, Jenner keresztbe mozog, megkapja a labdát, Jenner lő, és pont Csernyánszki ölébe. Szépen mozgott keresztbe, és így megjátszható volt. Nézzük ezt az előző helyzetet, itt játszotta meg Szomália Jennert, pont oda ment a labda, ahol tartózkodott, ahol állt Csernyánszki. Gyömbér tért magasságból fejelte tovább, Józsi, Böde fordulna rá, Böde még mindig Böde, és megint beleállnak a lövésébe. Fizikai fölényét érvényesítette most jól Böde, nem tudták tőle elvenni a labdát, szöglet. Éger mellett elviszi, Heffler mellett is elviszi, és aztán itt sikerül végül is közbevetődni, ha jól láttam, tám Fiolának. Józsi, szélső hátvéd behúzódott nagyon középre, így ki lehetett játszani szélre, és Csernyánszki még bele tudott paskolni, így aztán Jenner lemaradt róla. Vagy inkább fogalmazunk úgy, hogy túlfutott a labdán, mert hogy Csernyánszki megmentette most érzésem szerint csapatát góltól. Íme még egyszer, itt hogy bele tudott még nyúlni, Jenner már vetődött előre, de nem volt, mint kapura feje. Ivanovics dobhat. Rossz. Ionescu. Shifter mellett. Nagy mentés volt Éger. Józsi lekészíti. Alempievics mellé lőtte. Van helyzete bőven a Ferencvárosnak most megint. Egyértelműen rákapcsolt Ricardo Moniz együttese. A 14. lövése volt ez a Ferencvárosnak, és ebből 6 el is találta a kaput. Tulajdonképpen a gól óta viszont nem volt lövése a Paksnak. Jovanovics. Böde, Szomália. Rálövi a labdát, Csernyánszki most nem tudta elsőre fogni, utána kellett vetődni. Bár az is igaz, hogy azért a kipattanó nem volt annyira veszélyes, nem volt ott ferencvárosi játékos. Térdéről, vagy combjáról pattant ki a kapusnak, de azért jött biztosítani Fiola. Nézzük viszont Tökölit a másik oldalon, Simonnak hosszú, túloldalon Kulcsárnak még jó, és aztán Klein tisztáz, de az ellenfélhez kerül a labda, ezzel még nem szabadult fel a Ferencváros kapuja, csak most. Kulcsár. Jovanovics hátrál be egyenlőre, Lázok. Rálövi, vajon nem lövi, inkább tovább teszi. Bori. Bori viszont rálövés, jó kis lövés volt. Jova. Bori tehát. És ez aztán, hogy került be a kapuba. Mint a vízilabdában a kapu süllyedőben volt Jova, és egyszer csak fölötte bejutott a labda a ferencvárosi kapuba. 2-1 arányban vezet a Paks együttes az Üllői úton. Jova nem hiszi el, mi történt. Itt van Bori szabadrúgása. Klein lefejeli a labdát, és ez öngól. Nézzük meg még egyszer. Igen, Jovanovics fejéről került be, azt követően, hogy Klein megpróbálja kifejelni. Itt Klein kifejeli, és Jovanovics nem tudta lehúzni a fejét, hanem saját kapujába fejelte. Elképesztő, milyen gól volt ez. És ezzel a góllal vezet a Paks, és alig több mint 5 perce van a Ferencvárosnak. Valamit ott megbeszéltek egymás között. Jovanovics öngóljával vezette át a Paks. Orosz. Orosz még mindig. Csukics. Fiola. Egy tovább a labda, Szomália, meg a játék is persze, Alempievics. Csernyánszki,
eltűnt közben ott Böde a 16-oson belül, nincs 11-es. Nem igazából jó a szöglet, aztán csak bejut középre, nem tudott felszabadítani a Paks együttese, és a 88. percben megvan az egyenlítő gól, Gyömbér. Pedig nem volt valami jó szöglet, tegyük hozzá, de valahogy csak bejutott középre, Gyömbér pedig azonnal félfordulatból reagált rá. Itt még Csukic tovább tudta tenni, és Gyömbérre nem figyelt senki. 2-2. Nem tudta kibekkelni tehát a Paks, és ki tudja, nincs-e még további fordulat ebben a mérkőzésben. Most lehet elvégezni a pardobást, orosz Szomáliát keresi, Szomália Csukic mögé játszotta. 2 percet fog hosszabbítani a játékvezető. Szomália szerez labdát, Csukic, Szomália, és elkerüli a labda végül is Csernyánszki kapuját. Marad a 2-2. 18 kísérlete volt a Ferencvárosnak, és 4 a Paksnak, ebből 8, illetve 3 talált el a kaput. Ezen áll vagy bukik minden. Erőből lőtt labda, a sorfalról kipattan, Solymosi Péter pedig lefújja a mérkőzést. 2-2, egy rendkívül feszült légkörű találkozó, és egy rendkívül fordulatos mérkőzés tehát az Üllői úton. Azt hiszem, kihajtotta magát mind a két fél, mind a két csapat. A Paks ismételten bizonyította, hogy kemény ellenfél a Ferencváros számára. Pontos kockadás tehát az Üllői úton, de természetesen lesz majd értékelés innen a helyszínről, megszólal majd a két vezető edző is. Gyömbér Gábor is a gólszerzők között van, de különösebben most nem dob fel téged ez a találat, pedig nem ma szerezted az utolsó gólodat az NB1-ben. Igen, rég volt már, nem is emlékszem rá igazából, hogy mikor volt. Nagyon örülök, hogy megszereztem az első gólomat a Fradiba. Sajnos ez most csak egy ponthoz volt elég. Gondolom, hogy nagyon sokat kell majd elemezni ezt a találkozót, hihetetlen sok fordulópont volt, de gondolom, hogy nagyon nem érzitek igazságosnak ezt a döntetlent. Igen, én kicsit úgy érzem, hogy mi uraltuk a mérkőzést, főleg az első félidőben. Az az igazság, hogy az első félidőben voltak olyan szituációk, amiből többet ki kellett volna hoznunk, még ha nem is jutottunk el helyzetekig, de jó helyeken vettük fel a labdákat, és rágyorsítottunk a paksi védelemre, sajnos nem lett belőle semmi. Utána megszereztük egy gyönyörű szép góllal, a UNESCO nagyon szép gólt rúgott. Kijöttünk a második félidőbe, láttuk, hogy a Paks szerkezetet váltott, egy kicsit ez megzavart minket, kellett egy néhány perc, míg felvettük az embereket, sajnos egy buta pontrugásból gólt kaptunk, de akkor már olyan kiki meccs volt, mert a Paks is nagyon jól kontrázott, tudtuk, hogy egy nagyon jó csapat, nagyon jó kontracsapat, úgy érzem, hogy élvezhető mérkőzés volt, nagyon sajnálom, én úgy érzem, hogy többet érdemeltünk az egy pontnál. Ez a második félidőnek ez az első 10 perce döntőnek bizonyult, amikor te is mondod, hogy megzavart kicsit benneteket a Paks. Igen, készültünk rá, két variáció volt, hogy áll fel a Paks, eltaláltuk igazából, de amikor kijöttünk a második félidőben, láttuk, hogy szerkezetet váltanak, az kicsit megzavart minket. Ebben kell fejlődnünk, hogy ezt ott a pályán ezt nagyon gyorsan le kell reagálni, és le kell szervezni, beszélni kell egymáshoz, és jobban letolódni ezeket a szituációkat. Hát nagyon sajnálom, mert a közönségünk nem ezt érdemelte, remek hangulat volt, és tényleg nagyon jó mérkőzés, de sajnos csak egy pont. Köszönöm szépen az értékelést, és gratulálok a gólhoz még egyszer. És érkezik Tomislav Szivics, aki még a mai sportban azt mondta, hogy Tököli Attila fog kezdeni. Ehhez képest két csatáról állt fel a Paks. Mikor dőlt el ez a dolog, hogy mégsem csak Tököli Attila? Semmi probléma. Bocsánat. Hát én csak azért betettem mind a kettőt, hogy maga ne kérdezzem, most melyiket fogok betenni. Azért, mert mindig az volt a kérdés, és akkor azt döntöttem, hogy kezdenek mind a kettőt. Egy kicsit viccelek, de készültünk persze a Fradira. Tudtunk, hogy a Máté Csabi nagyon jól ismeri a csapatunk, és akkor készültünk egy pár variációt, és akkor láttunk, hogy első fél idő nagy taktika csata volt. Nagyon nagy. Olvastunk egymást, és akkor második fél időben harmadik variációt húztam, ami nagyon sikerült, és nagyon csalódott vagyok azért, mert nem nyertünk. Azért, mert mikor 5 perc van a végén, akkor akármilyen közönség, akármilyen, azt egy komoly csapatnak ki kell bírni. Egy oldalra. Másik oldalra büszke vagyok a játékosra, azért, mert oda tettek újra 5-ször egymás után Diósgyőr, Vidi, Győr,
több mint 100%-ot. És ez nagyon nehéz ilyen sorozatban pontokat is hozni. Gratulálom a csapatnak, a játékosnak. Azt gondolom, hogy kiszolgáltunk a közönséget, mind ez tényleg egy élvezető meccs volt. És ahhoz kellett egy jó Fradi is. És kellett ugye ezt, hogy jól bírják erővel a játékosok, mert gyakorlatilag középpálya volt, hogy teljesen eltűnt, és csak rohangálni kellett a két kapu elé. Nagyon magas iram volt, de én meccs előtt mondtam, hogy nekem X nem kell. Sajnos, azt mondtam. És azért egy kicsit többet kinyitottunk a játékot, nagyon akartunk nyerni. Ugyanúgy Fradi, és ebből lett egy jó meccs. Most, ha az egész meccsképét nézzük, akkor nem örül az egy pontnak? Hát az egész kép akkor igen, de azt gondolom, még egyszer mondom, ha 5 perc van hátra, és vezetünk 2 egy ilyen pályán, egy ilyen ellenfér, akkor azt muszáj megtartani. Úgyhogy játékos mondják, hogy nem volt szöglet, amiből kaptunk gólt, de ez egy apróság, ami eldönti a meccset. A koncentráció leesett, és akkor nem csináltunk azt, amit megbeszéltünk a szögletnél. Mindig három játékosra fölmentünk, és abból nekünk volt kontrák mindig, ami nem kihasználtunk. Most megálltunk azért, mert féltünk, hogy esetleg nyerünk a Fradi pályán. Erre nagyon-nagyon mérges vagyok. Köszönöm szépen az értékelést, és sok sikert kívánok a folytatásban. Ami pedig a Ferencvárost illeti, most már 6 meccses a veretlenségi sorozat, de hát azért a mai meccsen bebizonyosodott, hogy a szerencsefaktor azért az a futballban mindig egy fontos tényező. Weizen das Westrede ungeschlagen, maar hadden wij geluk vandaag met de gelijkspel? Wat denk je? Nee, ik denk dat het geen geluk was. Ik denk dat we volledig onnodig die 1-0 voorsprong weggeven door 2 stomme standaards. Tehát úgy gondolja az edzőnk, hogy egyáltalán nem szerencse dolga volt ez, hogy ma pontot mentettünk, hiszen 1-0 után 2 olyan szituációból, pontrugásból szerzett gólt a Paks, amiről a legkönnyebb felkészülni, ez bosszantó. Igen, arra értettem a szerencsefaktor, hogy nem sikerült nyerni. Ich dachte an den Höllökök-Faktor, dass wir konnten nicht winnen. Das ist ein bisschen unhöllök, of was denkt ihr darüber? Nou, wij geven gewoon volledig onnodig een 1-0 Vorsprung weg. We konden de 2-0 maken nog met UNESCO. Maar het proces gaat nog niet zo snel als wij willen. Je weet wat ik bedoel. Om een wedstrijd echt te domineren en te controleren. En dan moet je tot slot toch nog respect hebben voor de manier hoe wij terugkomen. Dus ik moet de spelers toch weer beschermen. Het proces gaat nog niet zo snel als wij willen. In druk zetten, in domineren van een wedstrijd. Maar we komen altijd weer terug en dat is positief. Tehát 1-0 után meg volt a lehetőségünk a második gól megszerzésére, ez sajnos nem sikerült, volt több lehetőségünk erre. Még egyszer nagyon bosszantó, hogy olyan gólokat kaptunk, amelyekre a legkönnyebb talán felkészülni. Még nem tartunk ott a fejlődésbe, hogy teljesen dominálni tudjunk egy mérkőzésen, főleg egy jó csapat ellen, mint a Paks. Ezen kell tovább dolgoznunk, hogy ilyen mérkőzést, amikor előnyt szerzünk és egy kicsit jobban játszunk, mint az ellenfél, ne adjunk ki a kezünkből. Gyömbér Gábor azt mondta, hogy abban kell nagyon fejlődni, hogy nem sikerült a második félidő elején lekövetni, lereagálni azt a változtatást, amit a Paks meglépett. Gábor Gyömbér sagt, dass in the beginning von der tweede half wij hadden moeilijk van de systeem van Paks, omdat ze hebben systeem veranderd. En wij moeten leren dat zelf, de spelers moeten zelf dat organiseren op het veld. Ja, maar dat komt ook dat wij geen balbezit hebben. Op het moment dat wij balbezit hebben, dan schakel je dat fenomeen compleet uit. En dat is wat ik bedoel. Het proces gaat nog niet zo snel om 70% balbezit te hebben en dan heb je dat probleem niet. Tehát a nagyobb problémánk inkább ott volt, hogy ebbe az időszakban, ha tudtuk volna többet birtokolni a labdát, akkor jobb lehetőségünk lett volna. Még egyszer ebbe az irányba kell fejlődnünk, hogy ilyen szituációkat kihasználjunk és nyerni tudjunk.